Sziasztok, kasztők! És... hát... reménykedek benne, hogy befejező része lesz... a... jaj... az Amnesia Machine for Pigs-nek. Többféle módja van, hogy meg lehessen szemesíteni itt is. A gyűjtőgyártya. I know what you fear. I will rain excrement into your very soul. I will destroy you. You are too motivated. My great works are almost begun. Hát eléggé rondán néz ki a lány, mint nem mondjak. Na, az lényeg. Ezzel végeztünk. Tovább mehetünk. Ugye a belső belső szervek feldolgozójába. Hé, ezt sem vettem észre még. 1899. december 2-a. Elhagyva azok a templomokat, az a rakás követ a rododendrend alatt ártatlanok koponyái a laza göröngyök alatt fej nélküli bordák hideg kőben oltárok mögött 3000 mérföld távolságra visszanézem eddig életem első folyik az ősi közet repedéseibe, a mérgek már ebben a nedvességben is benne vannak, ebben a zuhogó vízben. Csapkodok, öklendezem, és belehányok a mosdóba, mindkét kezemmel kapaszkodom a táblába, és bámulom, aztán lefolyóban kristály tiszta megjelenik még a játék gerinc. Óramű is bonyolult, mint egy gyermek gerince. De óramű, hogy lehet ez, hogy lehet, hogy a gyerek gerinc olyan, mint egy óramű. Óvatosan megmostam, feltettem a kandalló párkányra, a tojás mellé, mint magam raktam őket alá, ahova a gyerekek koponyái vannak eltemetve. Az én Mexikónak hívom. Jézus! Szóval, hát tényleg a gyermekei koponyája az. Jól gondoltam. Mi van itt? Jöjjünk a disznók. Mi mind disznók vagyunk. Ez utolsó előtti rész, inkább mint utolsó rész. Ezt most elmondom. Na. Valamit írtunk. Az én belsőség feldolgozómhoz. Most kritikus sérülés érte, ebb biztos vagyok, nem gúnyolódik többet. Érzem, hogy remek körülöttem sebelt állatként lapolva a földre. Érzem, hogy fél tőlem, és annál inkább gyűlölöm, ahogy meg gamat is gyűlölöm, hogy szabadon engedtem. Vértől lüktet a fejem, vacognak a fogaim, láztól ének a önklendezve, a halál angyala vagyok, alászálva, hogy megfojtsam
ő született az utána jövő kettő haláláért. I am here again, at the foot of those stairs. Towards the red light of the nursery. Sunset in the window like a bleeding sky. The horizon a slit throat. The seeping dark to drain the guilt from us. I am the jaguar-faced man. I am the feathered serpent. This priesthood is mine. Aha, vagy lehet, hogy most hamarabb végigviszem. Igen, mint lehet látni, itt van több disznó is szobákban. És csurog le ott a vér, ott a kéz, tök jó. Szerintem az a kisgyermeki kéz. Jó, még ebből is be tudták építeni Lennis gyermekeit. I can meet him, your great engineer. How marvelous! I must say, Mr. Manders, my excitement is almost unseemly. Yes, I can see that. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig. Tök jó. Mennyőszről kiderült, hogy megölte a professzort, akit utána küldtek. Tök jó. Játék vele beszélgetünk most meg, hogy gyermekeim. Határozottan jó bűvésztrük. Csak nem az én káromra. Egyébként be kellett volna állítom az időt is, de... Ki tudja, lehet, hogy most így végig tudom vinni. I climb in stillness now. Blue water runs in my veins, now I am king. I carry the knife of this factory, the bowl of this mill. I am come to collect you from your fields and your furnaces. I will gather you into the white clouds. I will gather you to me, and I will take you home. Okay. Most egyébként sokkal gyorsabb vagyok, mint ahogy én ezt gondoltam. Oké, vérben vagyunk már most, ugye elmondom. Aki nem látja, én mondjuk nem annyira látom. A holttest is mondjuk vérben van. Na, és ezzel a határozott lendülettel menjünk csak fel, hogy le. Oda, ahová kell menni. Le. Jó. Addig én gondolkozok, hogy pontosan hány percnél tartozunk. Aha. Már egyébként régóta ugye felvétel, mondjuk. Fajtják a fátlat, Mennyország vár, és akkor a gyermekeim fejét tenyeremben ringatva tudtam, hogy le kell bontsam, amit felépítettem, a gép mindig is a enyém volt, az én dolgom, hogy megváltsam magammal együtt. Majd mikor betölt, akkor megállítom most ez egy kicsit a játékot, és akkor állítom a kominát. My gears are adjust, my steam is built. Soon I will spill that blue water and split the egg, the atom, my soul, and there will be a very great burning that we might make the world clean. Nem fogjuk megtisztítani. For this is your doing. Until you steeped me in the blood of your own, I was nothing but rotten architecture. You have made me, and I will make the world anew. Mi ez? Nincs kiírva semmi. Ezt se találtam még meg. Na, de ez pont elég lesz arra, hogy meg tudjam nézni, hogy hány percre kell majd állítanom. Ami 20 valamennyire, csak nem tudom mennyire 20. Igen, vagy egy nagyon rossz tulajdonság, úgyben mondtam ennek a játéknak, hogy nem lehet egyszerűen csak kilépni. És pont 20-ra indíthatom is. Na, hát akkor folytassuk a játékot. Akkor minden 1899. december 25. Ha ezt megtaláltad, akkor már mindent tudsz.
amit elmondanék, akkor már tudod, mit csináltál, és most mit kell tenned. Ott hagyni azokat a templomokat, ezt a kis rakáskövet a rododendronok alatt, az ártatlanság koponyáit a laza gröngyök alatt, a fej nélküli mellkasukat kegyetlenül szétvágva, hogy felfedj a virágaikat, hideg kőbe oltárok mögött, 3000 mérföldre, visszanézem eddigi életem, eső folyik az ős kőzet repedéseibe, mérgek már ebben a nedvességben is benne vannak, ebbe a zuhogó vízben, és akkor gyermekeim fejét tenyerembe ringatva, tudtam, hogy le kell bontanom, amit felépítettem. Bár már akkor is több volt, mint a gusztustalan álom, a gép mindig is az enyém volt, és az én dolgom, hogy megváltsam magammal együtt. Tök jó, szerintem ezt most nem fogom így hirtelen egyből végigjátszani. Ezért nem. Álmaimban gyerekeimmel sétálok. Olyan alagutakban sétálok, ahol még ember nem tette be a lábait. Ebben biztos vagyok, csak én és ő. Zúzmara nő kabátujjamra. Hallálos, nyugtalan és megfagyó levegő jelző, hogy közel járok. Az a gond, hogy már annyira gyorsan akarok olvasni, mert azt tudom a felénél, hogy mit olvasok. Vákumos zsigerelő. Hú, de jó. Vákumos zsigerelő. Hú, de jó. Még kettő. Belsőség feldolgozó elődaráló. Ez ugyanaz, elődaráló. Vákumos zsigerelő. Köszönöm szépen, hogy három darab is van. Forrázó tömlők. Kolbásztöltő. Egyébként úgy néz ki. Érdekes. Why did you take my children? I, Mandus, of all the blood we have spilled together, the first drops fell from your hands alone. Then I am damned for a filicide, and everything is lost. Igen, a saját gyermekémet öltem meg. Most mondtam ki. Átkozott lélek. De az képest milyen nyugodt vagyok. Elég ez durváj. Mennősz feldolgozó üzem. Orgonelosztó tájuk. Karbantartó bejára. És elmondom, szerintem ez sikerült a leghorrorisztikusabb helyre. És elmondom, hogy engem ez a hely mire emlékeztet. Melyik film volt az? 13 kísértet. Na az, arra emlékeztet, de arra nagyon. Igen, hogy mi volt az? Hát, ez ki fog derülni sajnos a játékban, hogy mi ez a lény. Addig is körül-körül sétálgathatok. Eléggé durván nézett ki. Hát igen, mert az is. Mennőszörgül, igen, ugye azt mondtam, elmondtam már. Hát, ugyanaz van mind a két oldalon. Na, vigyázzad, ne tedd ki a ultraibolya fénynek. Életinfúzió tartalmaz. Aha, ez nagyon így. Álmaim, vagy emekről sétálok. Oké,
Azt hittem, hogy vampír. Nem lehet ez. Álmaimban. Jaj, ide. Szilícium hűtő. Oké. Gyerekek, hogy ez a hely mi? Hát az az ármos hülyeséggel, na itt kell megküzdeni. Csak ennyit dolgunk kell menni, szóval jó, hogy így akkor tartályok, hogy tudjuk bejárat. Ebbe a... Ez nem fél harc, csak ezért lesz nehéz, mert nem látjuk. Na? Jössz? Köcsög! Igen, talán egy disznót nem kell leköcsögöznöm, és akkor megúsztam volna. Jaj. Elmondom, ez a legnehezebb része a játékban, és egyedül itt lehet ténylegesen meghalni. Nem azért, mert ügyetlen vagy. Sikerült rajnom, hála a jó Isten. Menősz feldolgozó üzem, elektron, gravitációs elfolyós izé szar. Jaj, Jézusom, horrorisztikus volt. Azért befostam, mit nem mondj. Most komolyan mondom, befostam. Nem viccel, ez nem vicces, befostam. Elmondom, ez volt a legnehezebb harc, és közelünk a végéhez. Igen, most engem a tiába ijeszget, tudom mi fog törni, mert előtt elfogom is elfogom, él, torony. Menüsz leszáll a szellemek közé. Megtagadlak, nem vagyok a rabszolgád, nem leszek kezelőd a majom szervdarabolódhoz. Hát úgy látszik, hogy lehet, hogy ebben a részben vége, vagy a következőben legyen? Nem tudom. Ebben a részben, vagy a következő részben, mert ebben a részben le tudnám sűríteni, csak lehet, hogy ez már 40 vagy 50 perces lenne. Vagy mégsem. Only to save you. Only to spare you. I would have given my soul to spare you this world and its loan. My children, what have I done? What have I become? Yeah. Madness. I will put it right, my darlings. All of my wrongs will be righted. All of my sins washed clean. Csak vissza nem lehet jönni. Hm? 1899. december 28.
Temze személyen felszínre kerül. Ő felpuffadt holttestekként törnek elő a emlékek. Rájuk nézek, holott anyjuk vére borítja őket, és kis malackáként sikítanak pólyájukban, szívem pedig ismét megtelik óriási szeretettel és feltörlődőettel, melyel sosem tudtam volna elképzelni. Ezzel a ponton tört volna ketté a lelkem. Létrehozza őt. A lelkem tojás volt ez a pillanat, amelyet a nagy óra ketyegni kezdett. A megváltáshoz vetető egyetlen út az lenne, ha újra egyesülnénk, ha összeraknám a magamat, lezárnám a nagy kört, és még egyszer szívembe fogadnám ezt a őrületet, és megbocsátanék neki, és magamnak is. Ez jó lenne, ha nem jönne itt semmi. Mennyis egyedül van. Útmutatást keresek, tanácsot, melyet célomhoz segítek, de cserébe rendszer kigúnyol, ostoba mondja, meg kell találod a saját válaszaidat. Rengeteget egyébként olvastam fel Mennyis szövegei közül, és még dokumentumokban is többet találtam, mint amennyi volt. Elmondom, kb. Ennyit találtam, ami új volt nálam. Szóval... jaj. Hát, úgy kb. Még 8 percem lenne őszintén ebbe a videóból. Put aside your misguided crusade and let me save them. You may hate me, Mandus, but I have seen the future, your 20th century, and let me tell you this. A far greater slaughter awaits you there. I seek to save the world by blood now, before millions fall beneath history, pushed under by blade, bullet, and gas. Ja, ide. Mennyis feldolgozó üzemek. Na, bazd meg. Na, mindegy. Itt vagyok, te dög! Bazd meg! Oké. Na, itt vagyunk. Mennyis felugozó üzem, elektrolitásos elfolyás. Oké. És mutatok most egy durva dolgot. A játék elején lehet látni, hogy valaki fekszik egy fotelba, és ott halottan. Egy disznó volt az. Ezt azért tudjuk. Na. De valamit nem tudtok. Az a gépezet, amiben ült, a szívét szedte ki. Igen, mint lehet látni, a szíved még dobog is. Hallhatunk. Na, szóval az nem a mi szívünk.
miatt jönne pár olyan kérdés, hogy úristen, kinek a szíve. Hát kérlek szépen, az a... annak a lénynek a szíve. Csak hát... minket ez rottul nem érdekel most. A állapotban. Az érdekelne, hogy... hol van az a dolog, amit én keresek? Ez. Na. Föl kell menni a második emeletre. És ezeket a dolgokat be kell forgatni. És akkor egy érdekes hang kezd el csöngeni. Ez a lendülettel. I will destroy you. Stop him! Stop him! Kill him! It is over. It is time to end this madness. Oh God help me. I am lost in the dried paper soul. Enoch, Edwin, Oswald és én. Enoch és Edwin azt hiszem az a fiaim, és Oswald lenne a harmadik fiú, aki ugyebár a malac. És ugyebár még én. Na, egyébként nem tudom, hogy látjátok, de most tölt, és lehet látni az egeremet is. Nem biztos. És ugyebár ez a legvége a játéknak, szóval, ja. Ez a legvége. Kiderült az, hogy megöltem a saját gyermekeimet és elástam őket Londonba. De ki a főgonosz? Listen to your heart. You know you are with me. You created me to save the world. Ő. I am your friend. Ő lenne a főgonosz. Ez a... hát... nem tudom ki. Ő a főgonosz. És itt kell hagyni. És menni kell a gépezethez. Igen, jól látjátok. A folyosó... hát eléggé érdekes állapotban van. Please, I am no more evil than you. We sought the same thing. To save humanity. Ridding them of their painful, stupid, pointless lives. Hát... Mandus, stop. Nem ezt akartam. Think about what you are doing for your children, Mandus. Do not speak of my children, monster. I did not kill your children, Mandus. You sacrificed them at the temple steps, knowing what the coming century would do to them. Your sons will drown, lungs full of mud and shrapnel on the banks of the Somme. You wanted to save them from the horror to come. That is the vision we shared. Everything we have built to avert this coming nightmare. You and I are one. We are the same. Our souls are entangled. We deserve to make them free. Én nem erre vágtam. Igen, most mondhatnátok, hogy futhatnék, de nem lehet. Mondtam, hogy jelzétek meg azt a piramist. I have stood knee deep in mud and bone and filled my lungs with mustard gas. I have seen two brothers fall. I have lain with holy wars and copulated with the autumnal fallout. I have dug trenches for the refugees. I have murdered dissidents where the ground never thaws and starved the masses into pain. A child's shadow burnt into the brickwork. A house of skulls in the jungle. The innocent,
The innocent Manders trod and bled and gassed and starved and beaten and murdered and enslaved. This is your coming century. They will eat the Manders. They will make pigs of you all. And they will bury their stumps into your ribs. And they will eat your hearts. Én oltam meg őket. Please, Mandus, no. For your children. És utolsó pillanatban csak mi irányítjuk a játékot. A halálom világ szabadság. Így kellene. Egy élet feláldozása. Több ezerért. Megmentette őket. A világtól. I lay there and watched the god I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard, in the silent distance, the man-pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone, and we lay together in the deep, they drifted away, and all was silent. Such a silence I have never known. And as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep. A church bell ringing out, and in that moment, the new century was born. Hát, gyerekek, ennyi volt az Amnesia Machine for Pigs. Köszönöm szépen a figyelmet. Tényleg. Hát igen, egyébként más volt a fejlesztő csapat, és ezt észre is vettem egyébként a játékon. Más volt ugye a készítő csapat, más volt ugye a elképzelésük is. Az előző részhez képest szerintem ez a játék egy kellemes folytatás. Tetszett. Mit nem mondjak, az előző részhez képest szerintem nem volt rossz, ha bár kicsit ez az interakció kicsit hátra szorult, de ugyanolyan jó lett szerintem az előző részhez képest. És remélkedek, hogy ennek lesz majd folytatása, nem pont ezzel a történettel, ami újjal, ami tényleg jó lesz majd, ezek után is. És én azt mondom, hogy próbáljátok ki ezt a játékot, tényleg nagyon jó.
a lejátszási lista meg lesz, megtalálható lesz, ha ez lesz a első rész, amit láttál. Szóval egészet végignézted, egészet felolvastam, ugyanúgy, mint ebben a részben. És igen, ennyi volt a játék. Ez nem hosszú, szóval ki is beszéltjük, hogy ténylegesen mi a véleményem még a játékról. A játék grafikája valami tényleg nagyon jó. Habár a programozása valami csatnivaló, szóval erre ezt tudom mondani. Nekem át kellett írnom egy fájlt, hogy el tudjam indítani a játékot. Át kellett írnom egy fájlt. Jó hallottátok. Így át kell írni egy fájlt, csak hogy el tudjam indítani a játékot. Igaz, hogy nem eredeti, de elmondom nektek, hogy három verzióval próbálkoztam, mind a háromnál átírtam a fájlt, és csak úgy tudtam elindítani a gépemet. Haverjaimnál meg simán futott a játék, de nem át kellett írni egy fájlt, hogy normálisan tudjam futtatni nektek ezt a programot. Szóval ez az egyetlen fő problémája ennek a játéknak, hogy van tényleg csapnivaló a programozás, mert pár helyen működik, pár helyen meg nem. Megkérdeztem a készítőket, és rengeteg panaszkodtak erre. Oké. Szerintem jó volt a játék. Elsősorban. Másodsorban ajánlom a játékot. De tényleg ajánlom, mert jó a története is. ez mindenképpen jó. Pluszba nem annyira nehéz a játék, mint ahogy elsőnek tűnik. Szóval én hányszor haltam meg a játékba? Kétszer? Összvisz kétszer. Milyen kétszer? Egyszer haltam meg a játékba, akkor is a legvégénél, utolsó videóba ebbe. Szóval én annyit mondok, gyerekek, hogy ez a játék ennyi lett volna. Következő részben találkozunk. Most nem menni a játéknál, de a következő végigjátszásomnál találkozunk. Ha lesz még valami, akkor majd talán még ebbe a videóban megemlítem. És nem volt ez annyira hosszú játék. 10 részes. Kb. 5 óra volt, azt hiszem. Igen, 5 óra volt kb. A játék. Szóval nem volt valami hosszú. És akkor annyit mondok, hogy ha tetszett a videó, lájkold. És ha nem tetszett a videó, diszlájkold. Ha van valami mondani valód, a komment szekcióba, a fehér dobozokba megteheted. És ha még több ilyen borzongós játékot akarsz tőlem látni, vagy hasonlóakat, iratkozz fel a csatornámra, mert nekem ez a dolgom, hogy ezt bemondjam, ezt a reklámszöveget. Da. Na, akkor gyerekek, sziasztok! Pingi, te is köszönj el, mert ugyebár ő itt volt egész végigjátszás alatt. Szóval itt be is rakom az arcát. Ő nézett titeket. Nézte, mit csináltok. Látta, hogy mit csináltok a komment szekcióban, ne tagadjátok. Lebuktatok. Na, szóval. Sziasztok, kellemes napot. Vagy estét. Vagy nem tudom mit. Nem tudom, mikor megy ki a videó. Na mindegy, sziasztok.